jött a Mátrahegyi Gyuláéknak, levettük a lószájtól a sétra, és az a fehér komondor kutya, tudod? Úgy becsukjuk itt hátul, úgy simogasnom csika. Azt mondta Géza, hogy semmi baj nem lesz vele. Jó van. És lehet, hogy igaza is van. Hát gyönyörű. Hát jó, hát megvan ritcembe. Jó van, drágám. Jó van, kicsike. Hát viszek neki füvet. Édeszi. Minden rendben, Sanya? De nagyon pupol. Hát jó, pupol. Hát most jó van. Pupol? Amikor fölültem rakozsát. Tehát akkor nem a gép miatt. Hát jó, újra jövünk egy jó párszor, ha már itt vagyunk. Tegnap történt, mert erről hülyeskedj, tegnap raktunk rá először nyerget, de ahhoz képest nézd meg. A nomcsit földobtam, megpörgettem ott egy kicsit. Jó van, jó. Azt mondta Géza, ez aranyosan hidd el, be fog állni. Hát, és igaza van, de tényleg. Én se ízétem, a kocsira is úgy fölmen nekik. Egyéb más dolgai vannak neki, tudod? Ilyen az emberi kommunikációval vannak neki dolgai. Engem például utál. Oda még megemel is. Igen, és fog, és engem megemel, és kidob, meg mindent csinál velem. Meg akar taposni. Jó, nagyon jó, jó. Most kijönnénk, és akkor egy csukott ajtó, ne ilyen csak fogott csukott ajtó. Nomcsika, megcsinálod, de ne csugd rá, tudod, csak így. Jó, oké, drágáim. Megpróbálunk egy lovassal. Úgy, próba. Ennyi. Jó, jó. Úgy csináljuk ezt, hogy nyisd ki, szerintem. Nyisd ki. Úgy. Jó, jó. Na. Pont Egon barátom hív. Várj le. Jó? Be van csukva. Tiszta víz minden. Hát nem csikát is persze dicsérem, de ez a két fiú nekünk, ugye múltkor Benceló, egyebek. Nem is tudom, hogy tudom megköszönni nekik, úgy Isten fizesse meg. Isten fizesse meg az a, ugye mindkettő vallásos. Ugye erre a szóra, hogy Isten fizesse meg, ebben szerintem minden meg van oldva. Jó van, tehát. A Csupi meg mit mondott ott a telefonban, hogy meg akar hívni minket a napsütöttébe? Igen, igen, azt mondta. De aranyos. Na, akkor aztán a gyomrocskán. Meg kéne előlegezni neki. Ja, üres marad a gyomrunk. Jól néz ki, hogy milyen jó segge van Ákosnak, oda nézte. Na nézd már oda. Még a végén. Most lesz előtted a fölülve, mi? Igen, nem, a Momcsi lejött vele valahogy. 8 másodpercet számolja. 8? Hát, mint a bizonyos. Jó, csak izél. Nem, nem. Ja, hogy már ott is vagy. Jó. Csak kisétálunk majd. Nem, dobd ki az ajtót, az kisétálunk. Jó. 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 Milyen jól áll ez a ló. Hát vagy, nem tudom. Ha nem, akkor megint nyitottná.
Jó, van cicuka, na. Nyitott ajtót nagyon szereti, de nézd meg most már talán. Ó, nagy, nagy dolog. Ez már nagy dolog. Még egyszer jövünk, készen vagyok, igen. Ja, igen, így van, nem kell lehajolnod. Nomcsi, majd teljesen engedd el az ajtót. Egyszer jövünk még, szerintem, nem? Hát mondják, látjuk, hogy jövünk, most ugrasz. Ja. Úgy finoman gyere kivel, Ákos, háromra. Egy, kettő, három. Jó, jó, van, hát nincs bánt. Oké, anyus, megint még egyszer jövünk. Ugye így, ha már megvan az ember, azért az... Akkor megint úgy csuk be, kiugrunk egyszer. Hát csuk be rendes, de nem, mert a Sanya meg kijön úgy. Hopp, egy kicsit élesen izétünk. Jó. Na, előbb bement ugyanélkül. Szépen. Na, cucika. Édesanyja, aha. Na. Na. Majd meglátjuk. Na. Hopp, ja. A gyomrát szereti. Adjál is neki majd, anyus, sok hamikát, tudod. Hát tudom, hogy zabál. Én... egyszer megpróbálnánk még? Várjál. Jó, be vagyok. Hova? Jó. Egyszer még jönnénk. Egyetlen egyszer, ha már itt vagyunk. Szóljál. Egy. Visszafele számol. Egy. Kettő. Három. Nagyon jó. Egyszer még jöjjünk. Egyszer még jövünk gyorsan. Nem. Félig úgy csukbaszi lendülettel megpróbáljuk. Ha nem más füvecskével. A füvet nagyon szereti. Jó. 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 Nem tudom, majd kitalálom. Zári sarokra. Jó. Te számolsz, vagy én? Te. Akkor úgy kezdem, hogy egy, jó. Odafigyel. Egy, kettő, három. Csá! Oké, Ákos, kösz. Nyomj ez. Kurvára tudnám menni, hallod? Amúgy. Hát na jó. Kiugrik és bakozik. Ez ki? Tiéd. Jó. Hát megint megköszönöm szépen úgy Ákosnak. Mi hova megy ez vele? Ákosnak, Nomcsinak, és nem utolsóban a Sanyánknak, de jön vissza ez. Még be akar menni egyszer. Úgy köszönjük szépen. Ajde.